A Gyárvárosfejlesztés és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tevékenységi körébe tartozik a közétkeztetés biztosítása is. Nyáron a kis adagszám miatt csupán az egyik konyha működik, de a szünetben is ki kell szolgálni az óvodákat és a szociális intézményeket. Megtudtuk, hogy nagy az érdeklődés az egyénre szabott speciális étrendet biztosító menük iránt is. Speciális diétás étkezést is biztosítani kell. Ez 2015. januártól kötelező, mi már ezt 15. szeptemberétől bevezettük, és azt látjuk, hogy elég nagy az érdeklődés a lakosság részéről, így ezt kiterjesztettük már a vendégfelnőtt lakosságra is, tehát a utcáról betévedő emberek is ezt igénybe tudják venni. Akit esetleg ezt érdekel, az bőve felvilágosítást kaphat az ügyfélszolgálati irodánkban, mi a Gyár Rákóczi Ferenc utca 44 szám alatt vagyunk megtalálhatók, úgyhogy onnan lehet bővebb információt kérni az ügyben. Népszerű ez a tevékenységi kör? Tehát a lakosság hányad része vesz igénybe, esetleg tudunk-e mondani adatokat, hogy 2015 óta hogyan változott ez az igénybevétel? Igazából pontos adatokat itt a gyerekeknél látjuk, nem nagyon volt jellemző ez idáig, hogy mi ezt a lakosságnak ajánljuk. A gyerekeknél ez változó, csökken is, nő is, nem meghatározza a közétkeztetéshez képest, de ugyanakkor jöttek jelzések idősektől, szociális intézményektől, akiket érdekelhet ez a dolog, és így gondoltuk, hogy megpróbáljuk. Igazából ez a jövő fogja majd megmondani, hogy mennyire népszerű. Ez a diéta, ez teljesen egyére leszabva a szakorvosi papírnak megfelelően kerül előállításra. Ez egy kétfogásos menü, úgyhogy lehet érdeklődni, van étlap, meg lehet nézni, hogy pontosan mi is a felhozatal.